Immár 5. alkalommal rendeztek igazságügyi konferenciát a gyulai törvényszéken. Az 5. polgári és büntetőjogi felelősség az egészségügyi gyakorlatban című esemény alkalmat teremt arra, hogy közelebb hozza egymáshoz az orvosokat és a jogászokat. A rendezvény célja, hogy az előadásokon keresztül áttekintsék, értékeljék egymás munkáit, és erre próbáljanak válaszokat megfogalmazni. Nagyon fontos az, hogy mind a két fél felkészült legyen, tehát az orvosok tudják azt, hogy tulajdonképpen mit kell azért tenni, hogy a minimumra lehessen leszorítani a tévedéseknek a gyakoriságát. Természetesen aki dolgozik, az hibát védhet, tehát hiba nélkül nagyon ritkán tudnak hosszú távon dolgozni az emberek, de a cél az, hogy a hibáinkból tanuljunk, a cél az, hogy mennél ritkábban forduljon elő hiba, és az, hogy egy nagyon jó együttműködés, nagyon jó párbeszéd alakuljon ki az igazságszolgáltatás, az igazságszolgáltatásban résztvevő szakemberek és az egészség, mint szolgáltatás, és az abban résztvevő szakemberek között. Bagdi Árpád Gyula, a gyulai törvényszék elnöke kiemelte. A két terület találkozási pontjai nagyon ritkák, így ez az esemény országos és nemzetközi viszonylatban is kuriózumnak számít. A gyulai program jó alkalom arra, hogy a jogászok és az orvosok együtt gondolkozzanak bizonyos kérdéskörökről. A két foglalkozásnak egyébként számos kapcsolódási pontja van. A bírósági eljárások során a bizonyítási eljárásnak fontos tényezői az orvosszakértők, az orvosszakértői vélemények, amelyek meglévő és konkrét kapcsolódási pontot jelentenek. Az orvosi munkánál ezzel párhuzamosan olyan büntető és polgárjogi felelősségi kérdések merülhetnek fel, mint például a műhiba perek. Az eseményen elhangzott. Fontos, hogy a jogászok és az orvosok ismerjék a rájuk vonatkozó normákat. A közös kapcsolódási pont, hogy mind az orvosokhoz, mind a bíróságokra ügyfelek érkeznek, az ügyfeleknek mind a két helyen különböző protokolláris szabályokat kell betartani. A bíróságon is van házirend, azokat mindenképpen ismerni kell, mindenképpen tisztában kell lenni a betegeknek azokról a jogokról, amelyek vonatkoznak rá, illetve azokkal a kötelezettségekkel is, amik szintén meghatározzák az orvos beteg egymáshoz való viszonyát is. Például a konferencia témája gyakran a tájékoztatási kötelezettség, annak terjedelme nagyon fontos és lényeges momentum, hiszen ha valaki aláveti magát valamilyen orvosi kezelésnek, beavatkozásnak, mindenképpen fontos az, hogy tisztában legyen a beavatkozás kockázatával, és azokkal az információkkal rendelkezzen, aminek tükrében meghozhatja azt a döntését, hogy egyáltalán aláveti-e magát ad abszurdum. Az immár 5. orvosjogász konferencián neves szakemberek előadásai váltották egymást a nap folyamán.